A Gárdonyi homlokzatai már hetek óta fel vannak állványozva, energetikailag korszerűsítik a közel 40 éves intézményt. A felújítás a város önkormányzati épületeinek korszerűsítési programjából valósul meg, melynek keretében többek között a Vasvárit már felújították, jelenleg pedig több más iskolában is folynak a munkálatok. Az Évisznek a felújítása is zajlik, a Sójának is zajlik, az Éli menedékhelynek is ebben a projektben. Mindegyik több 100 millió forint vagy 100 millió fölötti összegekről beszélünk, ebben az esetben itt az iskolában a 118 millió forint, amit a város pályázott, a város nyert, és mutatva azt, hogy mennyire fontosak az iskolák, mennyire fontos az, hogy az itt tanító tanárok, illetve a diákoknak a komfortérzete jobb legyen, illetve spóroljunk is, meg tegyünk a városunkért, a városunknak a tisztaságáért, úgyhogy ez nem az első projekt már egyébként, ami folyik. Ebben a tanteremben már leszerelték a radiátorokat, az ablakok előtt pedig a szigeteléshez szükséges állványok magasodnak. Az iskolában a hőszigetelés mellett egy 20 kW-os napelemrendszer telepítése és egy akadálymentes rámpa kialakítása is folyamatban van. 117 millió 237 ezer forint értékben lesz ez a felújítás, ami egyrészt egy külső homlokzati hőszigetelést jelent, másrészt a lapos tetőnek a szigetelését, napelemekkel való ellátását, illetve a teljes fűtésrendszerünknek a cseréjét, radiátorok, csövek cseréjét jelenti. Nagyon ránk ért ez a felújítás, hiszen közel 40 éves az épület, és a homlokzat nem volt hőszigetelve, illetve a lapos tető beázása is nagyon gyakori volt, elavult az a szigetelés, ami eddig volt rajta, úgyhogy nagyon örülünk. A munkálatok várhatóan a nyáron még a tanév megkezdése előtt befejeződnek, ahogy az önkormányzati korszerűsítési program negyedik üteme is véget érhet még augusztusban.